konferenciák mellett nagyon fontosak az életünkben a szakmai műhely találkozók. Az őszi közművelődési konferencia és közgyűlés fókusz témája az együttműködés és partnerség volt. A kétnapos rendezvénynek nem véletlenül volt Szekszárd a helyszíne. Elsősorban azért, mert büszke lehet a helyi kulturális központ a működésére, és arra a gazdasági és piaci helyzetre, amit bevezettek. Részletezte Zsiko Zoltán, az intézmény igazgatója, aki a konferencia előadásában kifejtette, hogyan tud a kultúra sikeresen, piaci szemlélettel működni. Ahogy mondta, Szekszárdon a vállalkozások és a helyi emberek magukénak érzik a kulturális központ működését. Ez nekünk a gyakorlatban annyit jelent, hogy az a szponzorációs modell, amit kidolgoztunk, az gyakorlatilag lehetővé teszi azt, hogy a fesztiváljainkat, a rendezvényeinket nagyon-nagyon komoly mértékben ezek a helyi vállalkozások támogassák, és ilyen módon kifejezzék a munkájukat és az együtt gondolkodásukat a Babicssal és a várossal. De a látogatói hűségprogramnak is az az érdeke, hogy nyilvánvalóan erősítse és jobban kösse a látogatókat adott esetben egy intézményhez. Ugye itt a Metropolitan Egyetem hallgatói tartottak előadást erről. Én azt gondolom, hogy egy szép irányt határoztak meg, én most ezt nem kívánnám kifejteni, ezt az irányt, de nyilvánvalóan mindenki azon dolgozik és azon törekszik, hogy a lehető legjobban helyi, specifikus eszközökkel megfogja a közönséget, és egyébként vonzóvá tegye az intézményét, és egyébként pedig odaszoktassa, aztán pedig ott tartsa, és tényleg egy törzsvásárlói, egy folyamatos párbeszédet alakítson ki a helyiekkel és az érdeklődőkkel. Az elmúlt 6-8 évben könnyebb fenntartani a kulturális intézményeket, mint előtte. Ezt már Szente Béla, az Országos Szövetség elnöke mondta, aki szerint soha nem látott mértékben támogatja a magyar kormány a kultúrát. A legelső növekedés az Agora program után következett, amikor az ország számos kulturális intézményének épülete megújult. A látogatottság szempontjából azt hiszem, hogy ezek az Agora programok döntő változást hoztak. Itt Szekszárdon is, de az ország más városaiban. Én Békés Csabán vagyok igazgató, egy hasonló Agora intézménynek vagyok a vezetője, és mi is azt tapasztaltuk, de itt is ez a tapasztalat, és amelyre megyünk az országba, az Agorákba, hogy egy közönségboom keletkezett abból, hogy egy ilyen infrastruktúrális, nagy mérvű infrastruktúrális változás történt. 21. századiak lettek ezek az intézmények, és ezt a közönség meghálálja. Ezek az intézmények tele vannak rendezvények hátán, és közösségek hátán, és nagyon, nagyon kihasználtak. Egy nagyon, nagyon megnövekedett a közéleti funkció, nagyon sok olyan esemény van, ami a helyi társadalomnak a nem feltétlenül kultúrához, hanem más részeihez is lehetőségeket biztosít. Ezek mind sok látogatót vonzanak. Most már vidéken is elérhetőek a nagyszabású rendezvények, mivel arra törekednek a kulturális intézmények vezetői, hogy a látogatók igényeit kiszolgálják. A mi intézményeink nagyon széles palettát tudnak felmutatni. A közösségi élet van a centrumban, az intézményeink jelentős része, akik a mi szövetségünkhöz tartoznak, ott 30-tól 150-ig terjedő közösségszámokat tudunk mondani. Ezek közül vannak saját közösségek, vannak amelyek önálló jogi személyiségűek, de mégis ezekhez a házakhoz kötődnek, mert itt élik az életüket, a mindennapjaikat. Itt például a Bartina Tánc Együttes állam az államban, vagy nem tudom a jó kifejezés, de tehát, hogy a közösségi élet az rettenetesen fontos a mindennapjainkban. Emellett én azt hiszem, hogy manapság a családi rendezvények, családi napok divatja jött el, és ezek az események egyre több szabadtéri dolgot tudunk megszervezni. Ez egyébként egy picit érdekes időjárás függő is, hogy talán most már áprilistől október végéig lehet szabadtéri eseményeket csinálni. Nem tudom, én 15-20 évvel ezelőtt ez nem így volt. Később volt nyár, és hamarabb lett tél. De most ez az idő is kinyílt egy kicsit, hát most is kint is csodálatos idő van. Kinyílt egy kicsit, ezek a családi napok, ezek fontos részei lettek a mi életünknek. Ezen kívül a nagy intézmények, például az Agora típusúak,
elég sok olyan produkciót mutatnak be, amelyek korábban nem tudtak eljutni például vidékre, mert nem voltak meg a feltételei, nem volt elég nagy a terem, nem volt elég nagy a színpad, és most, nem tudom én, a Killer Queen produkció, ami most érkezik Magyarországra, több agórában ott lesz. Tehát ezek a nagyszabású, professzionális igényű események is egyre divatosabbak. Grúziából jön táncegyüttes, Kijevből érkezik balett. Ezek régen egy vidéki néző számára elérhetetlenek voltak. Most már ezek elérhetők, és szerintem ez egy nagyon, nagyon progresszív irány. És természetesen nekünk feladatunk az, hogy mindig a közönség igény fölé menjünk egy picivel, amennyire lehet, de mindig egy picivel emelni kell. És hát ezen való fáradozásaink a színház területén, a zene területén természetesen a mindennapi feladataink közé tartoznak. Évről évre nő a kulturális intézmények látogatottsága, ezzel pedig a meglátogatható programok száma is. 2018-ban 4144 eseményt szervezett a Szekszárdi Babits Mihály Kulturális Központ. Ez 200 eseménnyel több, mint előző évben, 2017-ben. A tendencia az idei évben is növekedés mutat.